Na, mit gondoltok, hasonlít rátok? Artyom, hát te normális vagy. Artyom, most bajban vagy. Júlia, kapd el! Gyerünk, Júlia! Gyerünk, Júlia! Itt van Artyom, félfülű mackó. Ez vagy te! Artyom, ide gyere! Artyom! Júlia, kapd el és mutasd meg neki helyettem is, engem is lerajzol tegnap. Artyom, fuss! Júlia sosem fogja elkapni Artyomot. Na most meg, nem fogsz innen csak úgy elmenekodni. Mi ez az egész? Hogy azt magyaráz? Gyerünk, Júlia, végzek a kezemmel és csatlakozom hozzá. Jó van, ti is lerajzoltatok engem, nyugi. Artyom, megvédelek. Gyerünk, Júlia, egy az egy ellen. Igen, mutasd meg neki. Istenem, Patrik, te fiú vagy és lányokkal akarsz verekedni. Fúj! Egyébként, Robaszti, nézegettem a felsőket. Rózsaszín, sárga és piros. Melyiket húzzam föl? Mindegy. Neked mindegy, hogy melyiket húzom majd fel? Jó, van, akkor a sárgát vedd fel. A fenébe, Smiley, elegem van. Nincs időnk, hogy kimenjünk valahova, vagy hogy elmenjünk moziba. Mindig ezek a gyakorlások, majd mérkőzések, majd gyakorlások. Annyira fáradt vagyok. Igen, de mikor megyünk moziba? Figyelj, Smiley, gyere el hozzám, filmezzünk együtt a családommal. Mit szólsz? A családoddal. Ja, anyukámat nem zavarná. 1, 2. Diana, megértem, hogy valami szépet kell elmesélned Janának, de bekapcsolódhatnál. Diana, ez vajon rendben van? Te vagy a csapatkapitány, mondd meg neki. Jana, majd én elintézem ezt. Jaj, tökéletes, folytasd a gyakorlást. Jana és én azonnal ott leszünk, figyellek. Nem akarok gyakorolni kapitány nélkül, szóval Jana és Diana, gyertek, gyakoroljatok velünk. Őszintén szólva, Jana nagyon idegesít az utóbbi időben. Nem, igaza van. Muszáj gyakorolnunk. Mindenek előtt én vagyok a csapatkapitány. Akkor, Smiley, a vacsorán találkozunk. Szia, Bravaszti. Majd hozz nekem léci Cézár salátát. Diétázom. Jana, menjünk. Végre. Rendben, csajok, gyakoroljunk. Nyújtsunk egy jót. Kezeket fel, és le. Így. És le. Ó, sziasztok. Le. Majd a jobb láb, és a bal láb. Istenem, sokban vagyok. Milyen focisták vagytok ti. Dima, sokban vagyok miattad. Semmit sem tehetsz. Knoppa, könnyű azt mondani. Számtalanszor próbáltam, de semmit sem tehettem. Az a kosaras egy kemény dió. Igen, kemény dió. Sétálgattok itt a menős isagokban, szép mezekben, amerikai focit játszotok, és ilyen pohányok vagytok. Nekem lány létemre kell foglalkoznom ezzel. Mi vagyunk a pohányok? Knoppa, ez fájt. Igen, nagyon. Nem számíthatok rátok, mindent egyedül kell csinálnom. Megérkeztem. Na, csak hogy már ennyi év után végre elhoztad. Igen, Knoppa. Tessék, egyébként az acskó nehéz, nem akarom többet vinni. Na, majd én eldöntöm, hogy mit akarsz és mit nem. Ide figyelj, Knoppa, hagyd abba a fontoskodást, különben többet nem segítek neked. Sziasztok, fiúk. Tessék, Dima, vedd el. Istenem, milyen fiúk vagytok ti? Mondom én, puhányok, rendben van, hallgassatok ide, eszetekbe ne jusson csalódást okozni. Knoppa, ha ez sikerül, akkor egy kiló fagyit veszek neked. Nem fog sikerülni. Figyelj, tesisakos, figyelj és tanulj, kövess. Mit képzel magáról ez a lány? Pontosan, Knoppa olyan picike, mint egy bot, de nagyon elszánt. Jenny. Na, emberek, jegyzeteltek? Nem. Egy pillanat. Nem bízhatsz ezekben a tökfilkókban. Menjünk, Knoppa, menjünk, dolgunk van! Gigi! Ez az, mehetünk haza! Állj meg! Ó, Gigi, várj! Vadak! Tudom, pontosan vadak! Menjünk! Figyelj, mi van, ha kudarcot vallunk? Sikerülni fog. Ha a kosarasok megtudják, halottak vagyunk. Nem leszünk. Tudod, Knoppa, még mindig aggódom. Figyelj, ha te még mindig aggódsz, nem vagyunk barátnők, megértetted? Igen. Jól van, fel a fejjel. Itt van, megírtuk az üzenetet. Tökéletes. Rendben van, tegyétek be ezt a vízilót a levéllel együtt a szekrénybe. Dima, azt te fogod csinálni. Milyen cuki víziló, akarok én is egy ilyet. Elég abból, hogy te mit akarsz. Ezt tegyem oda Smiley-nak? Normális vagy, Dima, hogy nekem teszed oda, itt van, fog. Rendben, Smiley, most megkapod. És kitesz valami Diana szekrényébe? Azt majd mi ketten. Igen, mink, mert nem számíthatunk rátok, sisakfejek. Ide figyelj, Nastya, nyugodj meg. Jó van, fogjátok a levelet. Menjünk, Dima, tegyük be ezt a vízilót a szekrénybe. Gyerünk. Mi van a dobozban?
Az nem a te dolgod, hogy mi van a dobozban. Ó, bro, azt hiszem beleszerettem Dianába. Mondtam neked, hogy Diana is jön a menők, és mi pedig a suli legmenőbb lányaiban randizgatunk. Pedig a mi osztályunkban is szépek a lányok. Igen, de a lányok az osztályunkból nem akarnak randizni velük. Persze, ők az idősebb fiúkkal randiznak. Hova a fenébe tart ez a világ? Miért szeretik a lányok az idősebb fiúkat? Hát azért, mert autójuk és pénzük van, mi pedig még mindig iskolás kölykök vagyunk. Ez rendben van, én befejezem a sulit és lesz majd kocsi, meg sok pénzem. Jaj, brovasztyi, ugyan már! Ne nevettes folyton! Figyeljetek, lányok, kilépek a csapatból, ha tovább csókolozgattok a fiúkkal. Jaja, ez mégis mi? Féltékeny vagy? Nem, nem vagyok. Egyáltalán miért zavar? Találunk nektek is fiúkat. Ti nem akartok bárkivel randizni, nektek a legjobbak kellenek. Értitek? Lassan sok mérkőzésünk lesz, ahol sok lesz a menő fiú. Valakit majd megismertek, nem igaz? Igen, jaja, ti is csókolóztok majd a fiúitokkal. Tényleg, csajok? Igen. Jól van, gyakoroljunk. Rendben, kezdjük el. Végeztünk a bemelegítéssel, most ugráljatok fel. Oldalra! Le! Autó, kocsi, csajó. Kostya, hallgassuk ki, mi történik ott. Itt vannak a pompom lányok. Jól van, Kostya, vigyázz az ajtóra. Mi van? Hagyd itt a vízilót meg a levelet. Kostya, ott van, brohasztyi. Nem látod, hogy alszik? Látom. Rendben, csukd be az ajtót. Menjen. Egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, 8 és 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor, brovasztyi, gyerünk ajánlni. Szép kocsi, szép lányok. Hé, brovasztyi, ne aludj, gyerünk ebédelni. Igen, bocs, aludtam. Hagyd abba az álmodozást, legyél reális. Ó, mi ez? Megint a rajongód? Nem tudom, mit ír. Smiley, ez az ajándék neked van, órák után várlak a WC-ben, sok-sok puszi. Hát ha van ott puszi, akkor biztos Dianától van. Na jó, menjünk ebédelni, éhes vagyok. Jó van, kapjunk be valamit, majd találkozunk utána Dianával. Csajok, az edzés nagyszerű volt ma. Gyerünk ebédelni. Igen, egyetértek, menjünk. Lányok, látjátok ezt? Mi ez? Azta, mintha egy ajándék lenne a rajongóinktól. Diana, ez az ajándék csak is a te számodra van. Találkozzunk a mosdóban, nagyon fontos. Puszi. Jó, lányok, ez biztos Smiley-től van. Igen. Asta! Diana, nézd, milyen édes. Igen, nagyon édes. Diana, takard le ezt a lámpát, nem érdemes. Igen, Diana, éhes vagyok. Istenem, Smiley annyira édes. Tudta, hogy pont ez a lámpa tetszett, és megvette nekem azt. Jól van, csajok, együnk, én is éhes vagyok. Gyerünk. Smiley most az enyém. Dima, készítsd a kilós fagyit. Még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Légy óvatos, nehogy megfáz, ő meg mehet vissza Dianához. Nem fog megtörténni. Jó, megvárom Dianát és Smiley-kot. Ő egy vakond. Dima, csak azért vagyok itt, mert a barátom vagy. Minden rendben lesz, amikor Diana visszajön, megmutatom annak a Smiley-nak. Hát Diana, Smiley mostantól az enyém. Knopa, mit csinálsz te itt? Közös WC, kijavítom a sminkemet, elkészülök és megyek is. Jól van. Most meg mit áltogálsz itt? Gyerünk, javítsd ki és húzz innen. Smiley, ne mondd meg, mit csináljak és mit nem. Kirejtőzik ott Dima és Kostya. Halló, ne kövessetek engem. Diana, haladj már. Kostya, várj, Diana hamarosan visszajön hozzám. Ó, Smiley, szia. Azt a knopa, te is itt vagy. Nézd, Smiley, megtaláltam az üzenetedet. Ez annyira édes, köszönöm. Neked is köszönöm a levelet. Figyú, knopa, ki tudnál menni? Smiley és én valami nagyon fontosról szeretnénk beszélgetni, érted? Hogy én menjek ki. Smiley, mondd meg az igazat Dianának. Knopa, miről beszélsz? Várjatok, emberek, ez valami tréfa? Knopa, mi történik? Azt hittem, kibékültünk veled. Igen, kibékültünk, de szeretném tudni az igazat. Smiley, mi egy pár vagyunk, nem? Knopa, miről beszélsz? Nem, nem vagyunk pár. Diana, ne higgy neki. Annyira buták vagytok, küldtél neki üzenetet, vagy nem? Nem, semmilyen üzenetet nem küldtem Smiley-nak. Várj, nem küldtél. Én sem küldtem. Igen, mert én küldtem mindkettőt. Smiley és én egy pár vagyunk. Nem, Knopa, sajnálom, nem szeretlek többet. Rájöttem, hogy Dianát szeretem. Knopa,
Szóval ezek az ajándékok a te kezed munkáját dicsérik? Smiley, talán félsz Dianától, félsz kimondani az igazságot? Beszélek veled erről majd később, és igen, nem vagyunk barátnők, ezt felejtsd el! Ó, Istenem, mi történik? Rosszul lettem ettől, akkor Knopa még mindig szerelmes beléd? Vagy mi van? Úgy tűnik. Tudod mit, Smiley? Belefáradtam ebbe. Ha szeretnél, randiz Knopával. Nem, Diana, az már elmúlt. Én téged szeretlek. Igen, emberek, ez egy fura történet, és Knopa a legjobb barátnőm volt. Most pedig megpróbált szétválasztani minket Smiley-kkal. Minden esetre, srácok, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok a csengőre. Smiley és én pedig megyünk ebédre.